A szomorú sztori inkább az, amikor az ember rendel egy pizzát, mondjuk otthon, és egy kollega hozza ki a... Volt ilyen? Igen. Szóval azért ez kemény. Van, aki repülőgépet takarít, de sokan csinálják azt, amiben mondjuk tényleg jók, vagy nem jók, vagy nem mondjuk semmit, se jót, se rosszat, de akik minden nap elmondanak egy verset. Én mondtam, én ilyet nem fogok csinálni. Én nem kezdek verseket mondani, én nem fogok meséket mondani, csak azért, hogy valami legyen. Én nem fogok verset. Tehát ebben én nem szállok be. Pont elég feladat vagy munka az, hogy a családommal végre újra megtaláljuk a nagy közösséget, ami szerintem most nagyon jó.